kollégák, mind a gyerekek nagy örömmel fogadták azt a lehetőséget, hogy az intézménynek a tehetséggondozó programját, azokat a műhelyeket, ahol a gyerekek tehetséggondozása már évtizedek óta történik, ilyen kedves és jó lehetőséggel, egy támogatással tudják erősíteni. Az intézményünk 4 évtizede a gyermekvédelem intézménye, 1973-ban nyitották meg, és azon kevés magyarországi gyermekintézmények egyike, ami eredetileg is ilyen célra épült. Tevékenységünkbe tartozik még bántalmazott, elkergetett anyák és gyermekeik befogadása. A mi intézményünk olyan, mint egy nagy társasház, amelyikben több lépcsőházban több család van, és a gyerekeknek az ellátását kisebb közösségekben, tehát kis családias csoportokban végezzük. Viszont azokat a hátrányokat, azokat a hiányokat, amiket a korábbi, még a családban megélt életük alapján hordoznak, ezt próbáljuk intézményi szinten kompenzálni. Több pszichológus, gyógypedagógusok, mentálhigiénés szakemberek dolgoznak azon, hogy azokat a hátrányokat, amiket a gyerekek elszenvedtek, ezeket tudjuk leküzdeni. Tehát a gyerekeink nagy része a sport, a zene, a tánc, illetve a képzőművészet terén tehetséges. És hogy ezeket a tehetségeket mi tudjuk azonosítani, tudjunk velük foglalkozni, hát már évtizedek óta itt nagy hagyományai vannak a tehetséggondozásnak. Sikerült fúvós zenekart létrehozni, ahol hangszeres zenét tudnak a gyerekek tanulni, és produkciókészek, és föl tudnak lépni ezzel a tudással. Nagyon sok sportágban, főleg csapatjátékokban, tehát röplabdában, kosárlabdában, kispályás futballban, hazai, mert nemzetközi versenyeken is nagyon jól szerepelnek a gyerekek. Képzőművészet terén van saját agyagozó műhelyünk, koronggal, kemencével, tűzzománcozni tudunk tűzzománc égető kemencével, illetve hát olyan fa, linó, réz, metszeteket készítenek a gyerekek itt képzőművészek vezetésével, amelyek szintén a gyerekeknek a művészeti nevelését tudják segíteni. A tehetséggondozó tevékenységnek valahol mindig van egy olyan sajátos kis civil bája, hogy hozzáértő és gyerekeket szerető emberek köré a gyerekek oda gyűlnek és elindul a közös munka, de aztán ennek az időigényessége, anyagigényessége, a rendszeres találkozásnak az igénye mindig hozza azt, hogy ez valamennyire intézményesüljön is ez a munka. Éppen emiatt itt az intézményben tehetségpontot hoztunk létre az elmúlt évben, és ennek a tehetségpontnak a szervezetében, ennek a 4 tehetségterületnek, a hangszeres zenének, a táncnak, a képzőművészetnek és a sportnak rendszeres foglalkozásai vannak. Nagyon fontos és értékes segítség az, amikor a támogatóink, akár ennek a pályázati programnak a segítségével is, ennek a folyamatosságát, a rendszerességét tudják biztosítani. A gyerekek számára pedig ezeknek a tevékenységeknek a látogatása szabadidős és örömszerző tevékenység is egyben, tehát a alapítvány segítségével itt akár kirándulásban, vagy itt a nyári szünet ideje alatt a jól sportoló gyerekek számára egy sporttábornak a megszervezésében is tudtunk gondoskodni. Ez év tavaszán nekünk nagy örömet jelentett az a lehetőség, hogy a Generali, a Biztonságért Alapítvány pályázati kiírásán induljunk, és aztán még nagyobb öröm és még nagyobb kellemes meglepetés volt, hogy támogatottak közé kerültünk és elnyertük ezt a támogatást. Úgyhogy a kollégáim nevében is, és főképpen a program haszonélvezője gyerekek nevében is nagyon köszönöm minden döntéshozónak, hogy megtiszteltek minket a lehetőséggel, hogy pályázhattunk, és hát megörvendeztettek azzal, hogy nyertünk. Én kicsit hazabeszélve azt mondom, hogy tudom, ez a pénz nagyon jó helyre kerül, mert a gyerekek számára ez nagyon sok jó programot és nagyon sok lehetőséget fog hozni.